Sziasztok, ismét egy kurta vloggal jelentkezek, mégpedig innen Éldről. És ezt a minaretet fogom most megnézni az elebről. Hát én is csak nemrég tudtam meg, hogy itt Élden is van. De szerintem le van zárva, fölmenni nem lehet vele. De azért majd közelebbről is megnézem, amennyire lehetséges. Ugye ezt még a törökök építették. Ugye? A legismertebb ilyen építmény az Egerben van, és abban sokáig fel is lehetett menni, de úgy tudom, hogy az is le van zárva már egy ideje. Hát én esetleg tudom, mennyire lehet, majd akkor közelebbről is megnézem. És ezt nézzétek, van személyzete is a minaretnek. Bár most nem túl aktív munkaterén. Na szevasz. Tőle se sok mindent fogunk megtudni. De itt van ez a tájékoztató tábla. Csak németül van, úgyhogy ebben meg én nem tudunk meg semmit. Na innen már igen. Ez már magyarul. Na szóval 17. században építették. És nem tudom, három minaret maradt fönt az egész országban, hát ugye az egyik az egri. Hát akkor ezek szerint van még ez, és valahol van még egy. Minaret kulcsa, hát az itt nincs fönt. Hát itt... Tényleg lenne egy cím, ahonnan el lehetne kérni a kulcsot, de hát ez most nem nyert. És akkor ezt nézzétek, hát ez nem tudom, hogy mi akar lenni, de a minarethez tartozott. Na. Tehát 1970-ben állították helyre. Na szevasz. Na itt a macsek őrzi. Hát, vagy nem őrzi akkor. Akkor ezek szerint felmehetek. Na jó van. Ha meglepődnék, ha nyitva lenne, és még be is lehetne menni. De ha nyitva van, akkor be fogok menni. Ez így csak. Á, nem, zárva van. 2001-ben is felújították. Itt van szemben egy busz megálló, aminek az is a neve, hogy Érd minaret. Tehát legkönnyebben így lehet megközelíteni. Egyébként a vasútállomásra egy olyan 3,5 kilométerre van kb. Viszont onnan legalább lejtmenetben lehetett ide gurulni lefele. Hát tényleg ő. Hát ezt meg nem mondom így, hogy milyen fajta. És még a villanyvezeték is belelógott. Na szóval így néz ki a minaret. Hát sajnos fölmenni nem lehet. Pedig megnéztem volna a kilátást a tetejéről, de hát sajnos ez most nem lehetséges. És akkor ez ennyi is lett volna. Kis rövid vlog az érdi minaretről. És hát, hogyha igaz itt a kihívás, akkor összesen három van az országban, hát akkor ez az egyik, a másik Egerben van. Hát, hogy merre van a harmadik, azt viszont nem tudom. De egyik sincsen nyitva, úgy tudom, az egri sincsen most nyitva, úgyhogy abba se lehet fölmenni. Hát ebbe se. De a harmadik az nem tudom hol van, de szerintem abba se lehet. De majd ennek még utána nézek, hogy hol van még minden lett. De akkor ez ennyi lett volna. Köszönöm, ezt is megnéztétek. Sziasztok!